Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a jövőt titkai. Így hívom ezt a jóslást, amit mutatok számotokra. Itt a jövőtről, a titkokról van szó. Ez egy általános kivetés, de mivel nincsenek véletlenek, biztos vagyok abban, hogy valami szól hozzád is. Hiszen az nem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a jövőm titkai, mert megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztat téged jelenleg, és mi fog történni a következő 3 hónapban, ezek a titkok. És a kártyák majd megmutatják azt, hogy milyen változások lesznek. Ha kéred ezt a jóslást, ennek a díja 4000 forint, asztrológiával kiegészítve 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a torony jelenti a te jelenlegi helyzetedet. Ez lehet egy magas, sovány személy, akivel kapcsolatod van. A torony jelenthet egy nagy várost is, hogy ott kell valamilyen dolgokat rendezned. A torony jelent egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Lehet, hogy ebben a helyzetben vagy. Ami az érzelmeket illeti, a torony azt jelenti, hogy jelenleg fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben, vannak félelmek, bizonytalanságok, úgy érzed, benne vagy egy labirintusban, és keresel egy megoldást, keresel egy kiutat. Te ebbe az irányba tekintesz, tehát itt a képek mutatják azt, hogy mi történik a napokban. Itt látható ez a hajó. Ez jelentheti a reményt. Tehát megvan nálad a remény arra, hogy javuljon a helyzeted, hogy kilépj ebből a toronyból. Ez a hajó jelenthet utazást, külföldi kapcsolatokat is. Vagy nyaralást, vagy vannak kapcsolatok. Ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Itt a madarak a beszélgetésre utalnak. A külföld és a madarak együtt jelenthetik azt is, hogy te egy idegen nyelvet tanulsz. Vagy lesz egy hír külföldről. Itt fontos beszélgetésekről van szó. Ami a párkapcsolatot illeti, itt megvan a remény arra, hogy beszéljetek egymással. Itt látható egy hölgy a közeledben és egy közös tevékenység. Ez lehet egy csoportos munka, ez lehet a munkahely, egy kolléganő például, és a kép az tulajdonképpen jelent valami pozitívumot. De itt a háttérben megjelenik a korbács, a félreértések, a viták, a veszekedések, és sajnos számíthatsz arra, hogy van egy hölgy a környezetedben, van egy közös tevékenység, itt lesznek beszélgetések, de ez félreértésekhez fog vezetni. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt a múltról van szó, hiszen megbántott téged, vagy voltak viták, és itt a remény arra, hogy újra beszéljetek egymással, és hogy kibéküljetek. A hátad mögött azok a kártyák vannak, ami számodra nem látható, hiszen jelenti akkor a múltat. Mi történik a következő 3 hónapban? Itt a szív jelenti a szerelmet. Ez áll a középpontban. Itt ez a férfi közeledik hozzád. Látható a vidámság, ez a könnyűség. És itt a tükör azt jelenti, hogy ez a férfi tükröz számodra valamit, te tükrözöl számára valamit. Ez lehet egy ikerláng szerelmi kapcsolat is. Visszatérve a szívre, jelenthet még olyan dolgokat a környezetedben, amit te szívvel, lélekkel csinálsz, mert kedveled.
Ez lehet a családi kapcsolat, lehet a hivatásod is. De a fő téma az a szerelem lesz, egy Iker Lang szerelem. És itt a könyv jelenti a tudást, de mivel itt ez a könyv már nyitott, ez a férfi itt nyitott lesz szerelemről beszélni, és ez tükröződik majd számodra a következő 3 hónapban. És ez volt a jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!